Sziasztok, újból pergettünk. Az előző részt nem fejeztem be, mert már lemerült a kamera. Dobigálunk megint párat, nem esőket mondott mára, meg holnapra. Nem rizikóztam be a ponyhorgászatot. Ilyen kis gumi alak kezdek, hát a ráver egy balin, egy süllő. Aztán meglátjuk. A víz elég mély, 2-3 méter. Kéne legyen itt harcsa is, süllő is. Mára esőket mondtak, úgyhogy ponyhorgászatot azt nem mertem bevállalni, mert lehet jön egy-egy zápor, zivatar. Reggel 5-kor volt egy jó nagy eső. Úgyhogy vettem a kis pergetőbotot, egy-két órát kijöttem pergetni. Hát ha, sose lehet tudni. Itt ugrott feljebb a balint mostan. Egy szép olyan 3-4 kiló körül. Nekem pergetőbotból nincsen 10, mint más pergetőknek, hogy mindenféle gram, mindenféle típus, mindenféle halra külön. Nekem egy van 20-40 gram dobósúlyú, amit univerzálisan használok. Ugyanúgy megfogom vele a balint, mikor megy a balint, ugyanúgy megfogom vele a sajnos ritkán a süllőt is, és ugyanúgy megfogom a harcsát is vele. Szedtem én már ki ezzel a kicsi bottal 9-10 kilós harcsát. kg 800-as süllőt a tavaly. Négy-öt kilós balint. Nekem egy pergető botom van, ezt használom univerzálisan. 20-40 gram dobósúlyjal majdnem mindenféle csali tudok használni. Úgy gumihalat, úgy körforgót. Úgy wobblereket. Lényeg nem a bot, hanem
hogy ott van, menjen el a csali a szája előtt, és ugorjon is utána. Igaz, hogy már sügérezni, vagy tóthalazni, vagy domolykózni, azért már kell egy finomabb felszerelés. De én inkább a nagyobb balinokat, süllőket, harcsákat célozom. Jó nagyobbakat harcsákból is nem nagyon használok, 10-12 centinél nagyobb gumit vagy wobblert, úgyhogy arra nem jön be már a 10 kg feletti harcsa, nagyon ritkán. Úgyhogy ez a bot épp megfelel. 10 kilóig, 10 kilós halig, még lehet a 10 felettit is simán kiszedem. Mondjuk egy 20 kilós harcsával biztos lenne itt. Szórakozni vele. De az erre a botra nem nagyon szokott bejönni. Én kisebb csalikat használok, nem. Nem célzom a 10 kg feletti harcsákat. De sokszor bejön a 10 centis wobblerre is, vagy beüt. Jó lett volna jönni pontyozni is, mert most egy kicsi eső után, a nagy melegek után lehet jobban aktívak. Csak sok cuccom van, ameddig, hogyha jön egy eső, ameddig összecsomagolok. Az autóval is nehéz kimenni innen. Nem rizikóztam meg. Inkább egy kis pergetés. Aztán ha jön, jön, ha nem, nem. Kim vagyunk a levegőn. És természetben ez a lényeg. Kikapcsolódunk. Mindjárt cserélem le, teszek egy hármas körforgót.
vagy teszek egy ilyen Fire Tiger gumit, ez is ugyanúgy van megoldva, hogy ne akadjak le, a horog benn van a gumiba, mikor a hal ráharap, a horog beakad a szájába. Az ollom az kis, azt hiszem, hogy 8 grammos, nem 7 grammos, kicsi, de pont jó. Az ilyen Fire Tigert harcsa nem nagyon csipi ebbe az időszakba, hogyha még védelmezi a fészket, minden ilyen süllő, sügér, csuka színezetűt elüldöz a fészek mellől, aztán hát ha sügérnek nézi, vagy csukának, és rávág. Ez olyan ragadozó típusú formájú gumihal. Irritálja a harcsát. Itt tudom, hogy van valami tuskó a vízbe, itt a part mellett. És az néha bezavar kicsit. Azért is teszem ilyen megoldással, hogy a horog benne van a gumihalba, hogy ne akadjak le. Mert sok gumihalat hagytam én már itten. De viszont a ragadozó hal az ilyen akadós terepeket szereti. Nem csak a ragadozó, mert a ponty is ott szeret. A sűlő aztán még inkább. Ő szeret beállni akadók után, a sűlő. Mivel kopoltyúján nincsen védő, a vizet nem úgy szűri, mint más halak, és beáll akadók után, ahol nincsen sodrás, hogy ne menjen a sok kosz a kopoltyújába. Sülőt azt általában inkább akadályok után, akadóba, gödrökbe. Ott tudjuk megfogni.
előző részt is ehhez a videóhoz fogom csatolni. Azt hiszem most kikapcsolom a kamerát, hogy ne merüljön le. Ha lesz valami drill, ilyesmi, visszakapcsolom. Ha nem, akkor üdvözöllek titeket, menjetek el horgászni, kapcsolódjatok ki. Ne üljetek bent, ha lehetőség van rá. Kell egy kis friss levegő, kis nyugalom, szórakozás. Ha tetszett a videóm, lájkold, nézd meg a többi videómat is. Iratkozzál fel, nyugodtan küldjetek hozzászólást, amire tudok, válaszolok. Sziasztok, ügyeljetek magatokra! Sziasztok, aki sülő. Megvan, 4,5 kiló. Kis spinningre pergetve. Még maradok egy kicsit, lehet lesz még valami.